Berepett a kocsi szélvédője, amivel a családfőt gázolt el saját felesége, miután a közös lányuk nyakon szúrta a férfit bölcskén. Anya és lánya együtt próbálták megölni az édesapát. A férfi külön élt tőlük, ők azt mondták neki, békülni akarnak, ezért áthívták magukhoz. Ekkor a lány egy késsel nyakon szúrta, majd rovarirtót fújt az édesapja szemébe. A feleség pedig gumikalapáccsal ütötte a menekülő áldozatot, aki kijutott a házból, de a felesége elgázolta a saját autójukkal. A tárgyalások során az elkövetők végig azzal védekeztek, hogy önvédelem volt, amit tettek, az ügyész és a bíró viszont ezt nem hitték el, semmi sem bizonyította ugyanis ezt az állítást. Az ügyben kedden született elsőfokú ítélet. A vádlott anya és lánya is évekre börtönbe megy a döntés értelmében. A szekszárdi törvényszék bűnösnek mondta ki mindkét vádlottat előre kitervelten elkövetett emberölés kísérletében. Ezért a bíróság mindkét vádlottat 3 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte, azzal a kedvezménnyel, hogy a kiszabott büntetés fele részének letöltése után jó magaviselet esetén feltételes szabadságra bocsáthatók. A bíró azért adott ilyen enyhe ítéletet, mert az emberölést nem sikerült befejeznie anyának és lányának, valamint mert azóta, amennyire lehet, rendezték kapcsolatot az egykori családfő áldozattal. Enyhítő körülmény a sértetnek a vádlottakhoz való viszonya, részbeni megbocsátása, ezért a bíróság alkalmazta a feles kedvezményt, azaz elvileg 2/3 rész után lennének feltételes szabadságra bocsáthatók, de így kedvezménnyel már a büntetés fele után is szabadulhatnak. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az anya és lánya enyhítését fellebbeztek.